Attila szenvedélybetegsége tönkretette a házasságát, és teljes mértékben kilátástalannak tartotta az életét, minden reménye odaveszett. Ez itt a Szertelenül című magazinunk, amelyben megismerkedhettek Attila történetével, aki kérte neve elhallgatását és arca kitakarását. A fiatalember ma már fekete foltként emlékezik vissza arra az időszakra, amikor ivott. Hát olyan, hogy amikor a kocsmában nem figyelt oda a pótos, mi akar, akkor benyúltam a pót meg, és öntöttem magamnak, kiszolgáltam magamat. Volt olyan is, hogy belenyúltam a kasszába, amikor nem figyelt oda, vagy a borra valós üveget, azt kifosztottam. Öt évvel ezelőtt házasodtam, de a problémák sajnos hamar kirajzolódtak a házasságunkban. Nem is ez volna a lényeg, hanem az, hogy nem tudtam jól kezelni a problémákat. Mindig önmagamat hibáztattam, a feleségem mindig felülkerekedett rajtam, és egyszerűen valahova kellett fordulni az embernek segítségért. Először jöttek a barátok, elmentem biliárdozni, elmentem csocsózni, sportolni, de aztán az otthoni feszültségek miatt odáig vezetett ez a kis szórakozás, hogy hozzányúltam az alkoholhoz, életem legnagyobb bánatára. Alkoholfüggő ember családtagjaként a legfontosabb, amit tudni kell, az az, hogy az alkoholizmus betegség. Olyan betegség, melytől nem csak maga az érintett, hanem a környezetében élő emberek, a szülők, a házastársak, a gyermekek, rokonok, barátok vagy a kollégák is szenvednek. A legnehezebb természetesen az alkoholbetegségben szenvedőkkel egy háztartásban élők helyzete. Kiszámíthatatlanság, anyagi bizonytalanság, sőt, sokszor félelem jellemzi a mindennapjaikat. A kérdés pedig folyamatosan ott van a családtagok fejében. Hogy tudnék leginkább segíteni? Mit tegyek, vagy mit ne tegyek? Mivel ártok, mivel segíthetek? Mindig utáltam az alkohol, sose ittam, csak nagyon-nagyon alkalmanként, évente egyszer vagy kétszer talán. De utána megtaláltam azt a társaságot is ezeken a szórakozó helyeken, akiknek hasonló problémáik voltak, mint nekem. Családon belüli problémák, egészségügyi problémák, és az alkoholban találták meg a kivezető utat. Egymást segítettük, így idézőjelben beszélgettünk sokat a kocsmákban, a teraszokon, és aztán hetente egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, majd ötször és hatszor úgy mentem haza, hogy alkohol volt a szervezetemben, és eddig se tudtam kommunikálni jól a feleségemmel, de utána aztán végképp nem. Ő elhagyott, és gyerekeink szerencsére nem voltak. Ő elhagyott, és onnantól kezdve még jobban elkezdtem süllyedni, igazi titanik voltam. Attila makacs volt és önfejű. Senki tanácsát nem fogadta meg, ha kellett, minden áldott nap veszekedett pár ezer forintért a saját családtagjaival is. Ma már szégyelli az akkori viselkedését, és igyekszik jóvá tenni azt. Attila egy spirálba került, először a családját, majd a munkahelyét is elvesztette. Ha kellett, lopott és hazudott, hogy megszerezze az anyagiakat az alkohol megvásárlására. Úgy érezte, hogy senki nem tud rajta segíteni, és nem is akar. Egyedül maradt. Volt, amikor egy vagy két napig kibírtam, de aztán minden kezdetett előről. A munkahelyemről távozni kellett. Nyilván ott is észrevették ezeket a jellegű problémákat, és hiába próbáltam így győzködni a főnökömet, nem sikerült. A szüleimtől, édesapámtól kéregettem, családtagjaimtól, barátaimtól kéregettem 5000, 10000, 20000 forintot. Hazamentem, bekuckóztam, vettem egy üveg bort, vagy egy üveg tekilát, és akkor lefogytam 18 kilót, és csak az italra tudtam koncentrálni, hogy az meglegyen. És akkor azt vettem észre, hogy megnézek egy másfél hosszas filmet, és elfogy két üveg vodka vagy tekila. Volt, amikor a piacon sétáltam, és zsebre vágtam olyan dolgokat,
élelmiszer. Volt olyan, hogy egy zacskó tésztát tettem a zsebembe, hogy tudjak valamit enni. Szóval nagyon kemény, másfél-két év volt az az időszak, amikor teljes mértékben törvényen kívül helyeztem magam és az egész életemet. Voltak nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban a törvénnyel összeütköző problémáim is. Volt, amikor megvertek, volt, amikor én vertem. De ezen szerintem úgy benne van, amikor valaki alkoholista vagy szenvedélybeteg lesz. Volt, amikor kikezdtem másnak a nőjével, ott a férfi jelenlétében. Szóval egy gátlástalan ember voltam. Nem érdekelt a külső világ, önmagamat sajnáltam. Aztán kaptam egy testvéri pofont, ami egy picit észhez térített, és rá kellett döbbennem arra, hogy senki sem, de tényleg senki sem érdemli meg azt, hogy feláldozzam érte az életemet. Önmagamért kell küzdenem, egyszer élek és egyszer tudok bizonyítani mindenkinek, önmagamnak és az Istenemnek is, hogy fel tudok állni. És akkor jött egy ilyen isteni sugallat. Nem tudom, hogy ki minek nevezi, de a testvéreim nagyon-nagyon sokat segítettek. És én elmentem egy rehabilitációra, 6 hónapra Pest megyében, ahol nagyban segítették azt, hogy hogyan kell talpra állnom. Egy idő után megunta testvérei unszolását, és mégis elment egy szakemberhez. Ott együttműködött és hajlandó volt egy terápiához csatlakozni. 2 éve nem ivott alkoholt, kerüli a korábbi ivócimboráit és a kocsmákat is. Magánélete rendeződött. Voltak olyanok, akik sajnáltak, voltak olyanok, akik segíteni akartak, és voltak olyanok, akik meggyűlöltek azért, mert szenvedélybeteg lettem. De most már büszke vagyok magamra. Büszke vagyok azért, mert sikerült életem legnagyobb próbáján túl lenni, és ösztönzök mindenkit arra, hogy ennél jobb érzést úgysem tud megélni, próbálja ki, hogy a szenvedélybeteg. Ez volt a Szertelenül című magazinunk. Köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, és továbbra is várjuk a saját véleményeiteket és azokat a történeteket, amelyeket a későbbében mi is fel tudunk dolgozni. 2 hét múlva ismét találkozunk, vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget!